Az idei évtől kezdődően plusz egy hónap áll rendelkezésre a gépjármű tulajdonosoknak a gépjármű adó befizetésére. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint március elején érkeznek a határozatok a gépjárműadó fizetésére kötelezetteknek vagy képviselőjüknek. Ez alapján a szokásos március 15-i határidő egy hónappal kitolódik, így elegendő április 15-éig befizetni a gépjárműadót. A természetes személyeknek azonban lesz egy olyan lehetőségük, hogy maximum 5 havi részletfizetést kérhetnek a NAV-tól. Ezt egy alkalommal tehetik meg, és június 30-áig kell benyújtani ezeket a kérelmeket. A határozatokat egyébként a NAV körülbelül március közepétől kezdi el kiküldeni. További fontos változás, hogy a gépjárműadót az eddigi két alkalom helyett egy összegben kell befizetni április 15-éig. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a NAV az eddigi szokásos évi két alkalom helyett csak egyszer küld a fizetésről értesítést. Csak egyszer fogunk értesítést küldeni, és ezután, ha nem kéri az automatikus részletfizetést, akkor egy összegben kell megfizetni az adót, amit egyébként megfizethet akár átutalással is, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy az adóazonosító jelet, illetve ha van, akkor adószámot tüntessenek fel rajta, illetve ha valakinek csekkre van szüksége, akkor azt kérheti a NAV ingyenesen hívható 1819-es infovonalán a 3-as menüpontban. Akinek tehát problémát okozna az évi egyszeri fizetés, annak érdemes kihasználni az EU legegyszerűbb részletfizetési kedvezményét, amely a NAV mobil alkalmazásban egyszerűen elérhető. A gépjármű adóra automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést magánszemélyek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A határozatokat a NAV március elején elektronikusan küldi ki mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, akik nem rendelkeznek ezzel, azok postán kapják meg a papírokat.